nagyon érdekes, hogy az én generációm az németül a Balatonon kezdett tanulni, amikor az NDK-sok jöttek nyaralni, és ők mesztelenül voltak, mi meg fürdőruhában, és ez így nagyon érdekelt engem, hogy mi az az ország, ahol így levetkőznek a gyerekek a strandon, és akkor hát nagyon érdekelt az, hogy valakik egy másik országból odajönnek, és hogy ők egy teljesen más nyelven beszélnek. Mivel az oroszt azt nagyon utáltuk a suliban, vagy legalábbis ilyen kötelező volt, ezért engem sokkal jobban érdekelt a német nyelv, mert hogy nyár volt, meg játszottunk, és azért ilyen sokkal jobb úgy nyelvet tanulni, hogyha téged érdekel ez a kultúra, vagy játékkal el tudod sajátítani. És aztán később a gimnáziumban már így komolyan vettem, tehát német nyelvet választottam az orosz mellett. Hogyha van egy személyes viszonyod egy nyelvhez, akkor sokkal szívesebben tanulod. Aztán jöttek a politikai változások, én a rendszerváltáskor jártam gimnáziumba, egyszer csak nem lett kötelező az orosz, mi voltunk az utolsó generáció, az utolsó évfolyam a gimibe, akiknek még oroszul kellett tanulni. És akkor a sokkal izgibb volt egy olyan nyelvet tanulni, ami nem, politikailag nem volt kényszer. Ugye magyar szakra kerültem az egyetemre, és mivel nagyon szerettem a német irodalmat, speciálisan a szemináriumokat választottam az egyetemen, amik német lírával vagy német regényekkel foglalkoznak. Hát amikor legelőször DAD ösztöndíjat kaptam, akkor még kicsi voltam, ilyen 23 éves, akkor fejeztem be az egyetemet, és ki volt függesztve nálunk egy ilyen, emlékszem, egy ilyen zöld papír, amit néztem, hogy mi itt ez a plakát, és aztán elolvastam, hogy miket kell beadni, és akkor így elment a kedvem. Mert ilyen nagyon katonás volt, hogy akkor add be ezt, csinálj nyelvvizsgát, nem tudom, add be az életrajzot, motivációs levelet, mi az elképzelésed, mi a jövőd, és ugye én akkor 23 éves voltam, és a magyar rendszerben nem volt ez a karrier tudat, ez, mondom, ez a 90-es évek közepe. És emlékszem, hogy a német tanszékről egy nő mondta, hogy de Noémi, neked be kéne adnod. Na, akkor beadtam. Ilyen nyári egyetemre kellett menni, de aztán az úgy elég jól sikerült. És akkor utána kaptam egy nagyon komoly DAD ösztöndíjat, és az pedig már a Konstanci Egyetem volt, és ott tényleg 2 évig tanultam, és azért nagyon hálás vagyok, mert az egy nagyon más szellemiségű egyetem volt. Amikor Németországba kerülsz, akkor így a hallgatók is beszélnek, meg van véleményük. Na, nálunk így a hallgató az ilyen nyuszi volt. A Németországban egy nőnek sokkal természetesebb művész lesz, vagy író. Magyarországon a művészeti rendszer és az egész egyetemi rendszer az rendkívül patriarchális. Egyre másra jöttek felkérések, meg így magamtól is választottam témákat, meg utaztam Kelet-Európában, tehát az a könyv, amit most publikáltam magyarul, és amit részben egyébként azt is németeknek köszönhetem, az a mai Ukrajna és Románia területén létező német nyelvű kultúra, és annak a kutatása, az azzal való foglalkozás. A német kultúra nagyon szereti, hogyha egy regénynek van valamilyen politikai vagy társadalmi mondani valója, vagy valamilyen kultúra és háttere. Egész másképp formálódik a német irodalom és a német kutatás, mint mondjuk ami a magyar tradíció. És a magyar tradíció az sokszor így ellenáll, és teljesen más utakra vezet. És mivel én Németországban tanultam, ezért sokszor ezt átlátom, illetve csinálom a saját magyar szemléletű dolgaimat, de valamiért az a németeknek is érdekes, mert, és ez lenne az utolsó pont, hogy a németek nagyon szeretik a magyar irodalmat és kultúrát. Tehát szerintem elég nagy esélye van, hogyha valakit ilyesmivel foglalkozik, vagy ír érdekes dolgokat, akkor azok megjelenhetnek németül.